Megváltoztak a családi pótlék szabályai. Szeptembertől két részre bontották ezt a fajta támogatást. Valójában a családi pótlék, mint elnevezés alatt megkülönböztetjük az iskolás korú gyerekek után az iskoláztatási támogatást, illetőleg az óvodás korú gyermekek után nevelési ellátás címszó alatt fog érkezni a szülőkhöz a családi pótlék. A sárospataki aljegyző szerint az átlag lakosok, akik betartják a szabályokat, nem vesznek majd észre semmilyen változást a támogatás módosításában. Akiknek a gyermeke viszont kerüli az iskolát, már 10 igazolatlan óra után intézkedésre számíthatnak. Az iskolának jeleznie kell a polgármesteri hivatal felé, és megszigorítva a következményeket, a szükséges intézkedéseket már föl kell hívni a polgármesteri hivatalnak a szülő figyelmét arra nézve, hogy további igazolatlan hiányzások esetén, 50 órát meghaladó hiányzás esetén mire számíthat. Első körben gyámhatósági eljárás lehet indítani, és a pénzbeli támogatás is módosulhat. Ez elsődlegesen is jelenti a még védelembe nem vett gyermekeknek a védelembe vételét, ez ugye egy gyámhatósági intézkedés, másrészt pedig a ellátásnak, a családi pótléknak a természetben való nyújtásáról rendelkezik a polgármesteri hivatal. A sárospataki önkormányzatnál bíznak abban, hogy a módosítás eléri a célját. Nem túlzott mennyiségben számítok több munkára, de nyilván a védelembevétel kötelező vététele, illetőleg a természetbeli ellátás nyújtása, annak felhasználási módjai némi többletterhet fognak jelenteni, de bízunk abba, hogy a szigorítás a szülőket nagyobb belátásra fogja sarkalni, és jobban oda fognak figyelni, hogy járassák a gyermekeiket óvodába és iskolába. A családi pótlék új szabályai már érvényben vannak. A szakemberek szerint átfogó képet az első fél év végén kapnak majd az új szabályozás hatásairól.